Együttműködő partnerünk a Krisztán Hotel Hajdúszoboszló hamarosan nyíló új butik hotelje. Köszöntök mindenkit, sziasztok! Ez a Frisbee Hajdú Péter című műsor a Frisbee TV YouTube csatornán. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és kattintsatok a feliratkozás melletti kis csengő ikonra, mert így értesítést kaphattok legfrissebb tartalmainkról. Mai vendégem a magyar televíziózás egyik legmegosztóbb figurája, megnyerte a Való Világot, Kerestek neki feleséget, írt levelet Kim Jong-unnak, és az igazit még mindig a Tinderen keresi. Jön a Hajdú kontra Alekosz, a nagy összecsapás. Kezdünk! Alekosz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És ilyen jó drága konyakért, amit adtál nekem, ne haragudjál. Még szép! Jó ideje nem találkoztunk, viszont olyan lettél, amilyen soha nem akartál lenni korábban. Ki gyurcsávó? Aha, örülök. Látszik, egy pillanat rájöjj fel, de most tényleg hadd kérjek, hogy álljál fel. Látszik. Tehát fél rendben van. Rendben van, és tudod mi az érdekes? Hogy úgy öltözködsz, ahogy eddig soha. Tehát melegítő, úgy öltözködsz, mint azok a srácok, akiket eddig cikisztél. Mi lett veled? Emlékszel, amikor össze voltunk zárva? De különben az egy nagyon jó, tehát én azt nagyon élveztem. Én is, nagyon jó. Nagyon élveztem. Tudod, hogy mennyien megnéztem? És amikor mennek az ismétlések, én azt is megszoktam mindig nézni. De a YouTube-on brutál, a TikTokon trend lett, a TikTokon több amikor én millió, vagyok? Igen, több millióan nézték meg TikTokon, a különböző tudott ilyen shortok vannak. Persze. Ilyen fél perc, egy perces, brutális. Szétosztották azt brutális, is. Brutális, igen. Tetszik nekik. Figyelj, nagyon imádtam, tényleg nem azért mondom, élveztem. Szerintem ott fektettük le az alapokat, de én már ott is előrevetítettem neked, hogy a cél érdekében mindent. És ugye mi volt a cél? Az esztétikus barátnő. Most is ez a cél. És ez az útja. Hiába... De várjál, most van, most jöttél haza az Ázsia Expressből. A Rékával, igen. De a Réka, ő komoly kapcsolat az életedben? Nem. Ha figyeltél volna, akkor már rögtön az elején mi ezt a tényekbe nyíltan vállaltuk, hogy mi barátok vagyunk, extrákkal, amit néha átlépünk, szeretői státuszban vagyunk. Nem klasszikus szerelmes párként mentünk oda ki. Hát persze a Réka nőként többet érez, hát a nőknek ez a dolguk. És ő szerette volna, hogyha Mexikóban átlendül, tehát úgy érzelmileg közeledünk egymáshoz. Nekem ő barátom, tehát a legfőbb bizalmasom, a PIN kódjaimat rá merném bízni. Tehát egy nagyon stabil pont az én életembe. Jól tudom, ő tanár. Iskolatitkár. És én nem akarom holmi szerelmekkel, meg kapcsolatosdival elrontani. Olyan ritkán van az embernek ilyen barátja. Tehát mi tényleg egy éven nagyon-nagyon, és én nagyon szeretem őt, és hogy nagyon rendes, becsületes, és jó, hát szerelmes, de próbálom tartani, hogy ez maradjon meg, a barátság maradjon meg. És azért, mert én nem tudom viszont szeretni, miért? Ezért ő ne tűnjön el. Más típus, azért, mert nekem más típusú lányok tetszenek, nem nőként tekintek rá, barátként tekintek rá. De neked mindig is így milyen volt. Csaj az eseted? Milyen hát csajok az eseteid? Írd le külsőleg, vagy mondj egy példát. A kisugárzás a lényeg. Én kedvelem, hogyha valaki egy kicsit flegmatikusabb. Tóth Andi. Mert amikor össze voltunk zárva, igen. Akkor nagyon odai voltál, érte? Emlékszem, volt az a három nagy doboz, és akkor mondtad, hogy igen, ő mondtad, hogy erdélyi lány, a kezéről meg tudod mondani. Tehát akkor bejött Tóth Andi. Azóta nyilván ő kicsit más lett, külsőleg is a piercingekkel, meg elég sokat változott a habitusa, de akkor ő nem. Ha önmagában nézem a Tóth Andit, akkor ő nekem nem tetszik, sőt, tovább megyek, szerintem a Tóth Andi egy férfias nő. Tehát a stílusával, azzal, hogy ő hangos, harsány, erőszakos, nagyon tolja előtérbe magát, ezek csupa-csupa férfias tulajdonságok. Tehát egy nőnek szerintem nem tesz jót, nem vonzó, hogyha egy nő ilyen. Sokkal nem húzod. Bájos akkor szerintem. Nem bájos, meg ezek a piercingek is, a tetoválás. Kis figyelj. Ramona. Ő a színésznő? Igen. Ő nincs meg annyira előttem a képben. Tudom, de... Szabó Zsófi, most nagyon lefogyott, nagyon jól néz ki. Amikor én azt mondtam, hogy nekem tetszenek a flegmatikus, kicsit arrogánsabb lányok, akkor a Szabó Zsófival az a helyzet, hogy az sajnos meg van szorozva 20-szal. Tehát ő annyira arrogáns, annyira...
neveletlen, annyira tiszteletlen, stílustalan, hogy őt pedig ez az, ami nem teszi vonzóvá. Forstner Csenge? Nincs előttem. TikTok sztár. Aki itt ült nálad? Igen, Shaken Espresso. Emlékszem. Én azt a videót láttam, amikor itt beszélgettél vele, azt az egy anyagot láttam róla, mint nőt én akkor tudtam szemrevételezni. Nem figyeltem meg annyira, első ránézésre csinos, szép, viszont föltűnt, hogy sokat beszél. Nagyon hát sokat itt beszél. Az a feladata mindenkinek, hogy válaszoljon a kérdésekre. Nézd, Sebestyén Balázs is sokat beszélt itt. Tehát nekem alapvető gondjaim vannak ezzel. Tehát egy nő, ha már eljön egy ilyen műsorba, akkor az azt feltételezi, hogy ő exhibicionista, ugye? Narcisztikus. És ezek mind férfi tulajdonságok. Tehát egy nő, vezessük vissza. Tehát egy nő ne menjen el televíziós műsorokba. Hogyha elmegy, akkor az azt jelenti, hogy ő valamit csinál. De amit csinál, de az önmagában férfi. Milyen férfi soviniszta duma ez? Ez nem férfi soviniszta duma. Te kíváncsi voltál a véleményemre. És én csak azt akarom tehát mondani... Tehát ne menjen el semmilyen műsorba. Műsort se vezessen ne? A műsorvezető nők nagyon erős egyéniségek. És pontosan az erős egyéniség teszi nem vonzóvá a nőt. Tehát egy nő miért nem tud inkább egy picit háttérbe vonulni? Támogatni a férfit. Fölnézni a férfire. Gondozni, amiket kell, otthon, ház körül, család, otthon melege. Tehát annyira megerőltető ez egy nőnek. Tehát annyira sértésnek veszi, hogyha azt mondom neki, hogy szombat reggel, miközben mennek a mesék, készítsen egy bundás kenyeret teával. Legutóbbi alkalommal azt mondta nekem az egyik lány, hogy ne haragudjál, ne csicskáztassál. És ezt nagyon komolyan mondom. Tehát alapvető érzéseket nem. De olyan nincs, hogy a férfi viszi ágyba reggelit? Kérlek? Olyan nincs, hogy a férfi viszi ágyba reggelit? Hát nézd, én is szoktam romantikus filmeket nézni, néha, ott nagyon jó rendezők tollával megvannak ezek írva, de szerintem az életben nincs ilyen, és nem azt akarom mondani, hogy a férfiak legyenek tahók és bunkók, mert nem erről van szó. Magától kell, hogy értetődjön ez, amikor otthon vagy hétvégén, és akkor arra kelsz föl, beleszimatolsz, szagolsz a levegőbe, és már sül valami a konyhába, sűrök, forog a feleséged, a barátnőd, a szeretőd. És az olyan jó, tehát a nőnek ezt magától kellene fölismernie. Nem jó, pedig dögleni az ágyba, és akkor a férfi vigye be neki az osztrigát, meg a kaviárt, meg a mit tudom én. De miféle ferde szokások ezek? Visszatérünk majd a női ideálodra, de most előtte tisztázzuk a férfi és női szerepeket, hogy szerinted egy kapcsolatban mi az, ami megengedhető egy nőnek, és mi az, ami feladata egy férfinek. Hát ha tudnál mondani példákat, amik közül válasszak, vagy kiválasszak, vagy beszéljek, akkor szívesen, de A pénz csak a férfi kereseti? Nem, keresheti a nő is, és a kapcsolatnak a szorossága, a miensége, az együvé tartozásnak a szintje határozza meg, hogy közös kassa-e, vagy pedig nem. Amíg nincsenek olyan nagyon együtt, addig mindent a férfi intézzen, és ahogy erősödik a kapcsolat, úgy legyen közös a kassa, és igen, kereshet mind a kettő nyugodtan. Bevásárlás kinek a dolga? Ez is lehet mind a kettő. Mert vannak bizonyos dolgok, amiket a férfi jobban tud megvenni, jobban talál meg. A legjobb az, amikor együtt mennek vásárolni. Tehát amikor én együtt voltam, régebbi, hosszabb kapcsolataimban, a program volt elmenni bevásárolni. Ez egy öröm, ez egy jó dolog. Együtt ugyanúgy ruhát is elmentetek közösen venni, meg élelmiszert is? Volt olyan, hogy ruhát is. Jó, értem én, hogy a lányok szeretnek a barátnőikkel, a férfiak inkább egyedül, de azért néha el kell kísérni, ez olyan jó tud lenni. Tehát ez is a kapcsolatot erősíti. Tehát ezzel nincs gond. Ezzel én ki tudok egyezni. Házi munka? Porszívózás egy jó kérdés. Alapvetően szerintem a nő, viszont megértem, hogyha vannak olyan férfiak, akik szeretik ezt csinálni, mint például én. Szeretsz porszívózni? Hát nem csak porszívózni, tehát takarítani is. Tehát én olyan házban lakom, most már vígszínházi kastély formára alakítom, és ott a szőnyegek is olyanok, hogy én szeretem ezt csinálni. Örömömet lelem a rendrakásban, a tárgyaimnak az esztétikai élményében, a szépészetében. Tudatosan olyan dolgokat csinálok, teszek be, szőnyeg, stukkók, festmények, parketta, tapéta, amik csak akkor szépek, amikor tisztán vannak tartva. Ez nem egyszerű... tetszik neked?
Alapvetően nem, viszont ide illik. Tehát aki ezt megstylingolt, ezt a ezt stúdiót... Ezt én találtam, ezt én raktam ide, a díszlettervező tudta nélkül, de meglátta, és azt mondta, hogy hú, de jó. Igen, alapvetően nem, de ide illik. Tehát ez egy nagyon jól harmonizál a háttérrel, a kékkel, a feketével, itt az arannyal, narancsárga. Tehát ezzel nincs gond. Én a kastélyomba ezt nem vinném be, de ide... Hát nem is ide... kastélyba való, ez csak egy ilyen... Való, mert oroszlán, és az oroszlán való kastélyba. Tehát azért végig a rózsadombor, hát a papukat ilyenek díszítik. A rózsadombra is elkezdtél járni? Megfigyelőként ott vagy? Hát figyelj, azért én 44 éves vagyok, azért én Budapesten szocializálódtam, mindent ismerek Budapestről, mindent tudok. Azért én ismerem a viszonyokat. Ismerem a Rózsadombot, Békásmegyert, minden. Tehát nem nagyon tud ember nekem olyan helyet mondani, amit én ne ismernék, és azt is ismerem, hogy hol mi történik, és miért történik. Tehát teljes Budapest térképpel rendelkezek a fejembe. És nem csak utcákra értem ezt, hanem én tényleg tudom, hogy mi megy. Tetszik is, meg nem is. Visszatérve, mi az, amit akkor egy nő ne csináljon egy kapcsolaton belül? Megmondhatja azt például, hogy most figyelj, ma este ne menj el a barátaiddal. Elfogadható, meg lehet érteni, lehet egy nőnek olyan oka, amikor azt kéri, fordítva is kérheti, a férfi is kérheti, olyankor ez egy bizalmi kérdés, olyankor a nő kicsit meg van inogva, olyankor otthon kell vele maradni, erősíteni kell a bizalmat, kérhet ilyet egy nő, tehát vannak olyan szituációk, amikor kérhet. Nem azt mondom, hogy mindig tiltsa le barátaitól, és zárja be, és hermetikusan szigetelje el, mert az beteg. De vannak, tudnak lenni olyan esetek, amikor egy nő mondhatja, hogy ne menjél. És olyankor nem kell menni. A telefonodba belenézhet? Belenézhet, de nem tartom egészségesnek. Mert miért kutakodik? Tehát miközben hozzá? Ugye? Belenézhet, de szerintem nem egészséges. Miért kell, hogy belenézhet? Te ha már a telefon dönti el, ott már gond van. Te az övébe? Az se. Tehát én soha nem néztem. Az én telefonomban már néztek, miközben kimentem a mellékhelyiségre. Viszont én soha nem néztem nő telefonjába, még akkor se, hogyha vagy tudatosan, vagy szándékosan, vagy véletlenül nyitva volt hagyva. És elment mosdóba, én nem néztem bele. Pedig volt rá lehetőségem. Én egy nagyon taj, alpári, fantáziátlan, ostoba dolognak tartom ezt. Na visszatérve, és akkor milyen legyen a nő? Mondj egy olyan csajt, aki bejön neked. Támaszkodjon a férfire. Nem baj, hogyha a férfi... Hogy mondjam? Tehát nem baj, hogyha egy nő egy picit alatta van a férfinak. Támaszkodjon a férfinek. Korosztályban? Idősebbnek kell a férfinek lenni. De nem azt mondom, hogy neked az eseted az 20 és 40 között? Nem, én szerintem hozzám egy 30 körüli, 25-30... Tehát 25 és 35 közötti nő az, aki szerintem hozzám való. Tehát egy 30 környéki, jól szituált, kellemes, kisugárzású, értelmes, tehát aki nem Majkát meg Curtis-t hallgat, hanem szereti azokat a zenéket. Nem szereted Majka és Curtis zenét? Nem arról van szó, hogy nem szeretem, károsnak tartom. Tehát züllesztik a morált. Igen, züllesztik. Hát olyan szövege van, hogy beszarsz. Hát nézzek a Majkának. Hát már amikor nem kell kisipolni, már amikor nem kell kifütyülni, és értjük. De hát általában egy 3 perces számon belül 2,5 perc eltelik a kisipolással, és nem érted a szöveget. Ha pedig nincs kisipolva, akkor meg megint bejön a képbe az züllesztő morál. Ki ez, akit hallgat szívesen? A maiak közül. Én nagyon szeretem a Presser musicaleket. Én értem. Minden tiszteletem Presser Gábori, de én most azt, hogy a maiak közül nem a ma élőkre gondoltam, hanem a mai stílusra gondoltam. Miért ne lehetne mai stílus egy Presser musical? Nem LGT-ről beszélünk, tehát nem a Lokomotív GT-ről beszélünk, hanem sokan nem is tudják, hogy a Presser Gábor musicaleket csinál. Dés Lászlóval. Sokan nem is ismerik a Dés Lászlót. Miért ne lehetne egy mai irányzat ez? Tehát a mai irányzatról szerintem azért nem lehet beszélni, mert nincs. Mert jó, nem de én létezik. Most már pontosan tudod, hogy én a trendibb zenékre gondolok, Tideni, K. Kevin. Akiket most felsoroltál, én nem is ismerem, én nem is hallottam ezekről. A Fluortomit, azt tudom, hogy ez a Marics Peti, ugye? Uh-huh. Nem, azt sem. A Fluortomit kedvelem, neki vannak nagyon jó dolgai. És akkor van még ez a zenekar, a nevüket nem tudom, de a Well Hello.
őket kedvelem, nagyon jók szerintem, nagyon értelmes, igényes. Fluorta, mi az is? A várháló. Igényes, halott értelmes. Az most úgy hirtelen nincs előttem. Ismerem őket, de annyira ők nem fogtak meg. Akkor inkább a retro Kozsó? Hát a Kozsó, hát figyelj, hát a Kozsó. Ő egy unikális figura. Tehát ő egy fenomenál krapek. Én annyira haragszom, amikor azt mondják a Kozsóra, hogy mert mindenféle csúnyaságot mondanak rá. De nézzük már meg, hogy miket csinált. Tehát azok a zenekarok, amiket ő megalkotott, Shy Guys, VIP, Picasso Branch, mit tudom én, Bestiák, akkor Happy Gang, Hip Hop Boys, az lehet, hogy nem. Na mindegy, dolgozott velük, akiket ő megcsinált, azok a zenekarok működtek. Jó volt stílusban, zenében, szövegben, mindenben igényes volt. Aki arra azt mondja, hogy nem igényes, az hülye. Tehát ezek nagyon igényes időtálló zenék voltak, csak ott lett elrontva, hogy azok a srácok úgy gondolták, hogy majd a Kozsó nélkül hogy. De a Kozsó nélkül nem lehet, hiszen azért működött az egész, mert a Kozsó kitalálta, hogy. Tehát, hogyha kihúzzuk a falból a konnektort, akkor nem lesz áram. És ők kihúzták a Kozsót. El is ment az áram. És tovább megyek. A Kozsónak a kiiktatása a 90-es évek zenei rendszeréből indította el Magyarországon ezt a hihetetlen szakadékot, amiben most a magyar könnyű zene van. Tehát amíg a Charlie és a Demién élnek, addig a magyar könnyű zene meg van mentve. De ha ők nem lesznek, vége lesz. És még csak kilátásba sincsen utánpótlás. Mert nem lehet. Soho Party? Hát az nagyon jó volt. Tehát a Soho, na, köszönöm, hogy ezt említetted, mert az a másik olyan. De itt megint erről beszélünk. Tehát itt megint a Kozsó környéki dolgokról beszélünk. Hát a 90-es éveket sorolom, mert én úgy látom, Kozsó Holdudvara, hogy te nem, de a 90-es évek retro zenéről beszélünk, mert úgy látom, hogy te leginkább ezt preferálod. Illetve mindenkit úgy győzzem, Bo Jimmy. Igen. Hát, de hát ő is azért... a 90-es évek, te Zambó Zsivás. Nem kell ehhez nagy ész. Tehát akinek egy kicsit is van agya, esze, érzéke, mind zeneileg, sok értelemben, az tudja, hogy a 90-es évek nagyon erős volt zenében, filmben, műsorokban, mindenben. Tehát a 90-es évek egy jó példa lehet, de maradjunk a zenénél. Én nagyon haragszom azért, hogy az így le lett züllesztve, tudatosan le lett rombolva. Tehát tényleg... Jó, de ez teljesen szubjektív. Te nem, azt mondod, hogy az. Le lett züllesztve, nem, de nem miért szubjektív. Lett volna? Hát, mert nincsenek. Nézd meg, mit hallgatunk ma. Hallgass meg. Ott a válasz. Kapcsolj be egy rádiót. Nincsenek is énekesek, háttérzenék, autózenék vannak. Úgy készülnek a zenék, amik csak autóban hallgathatóak. Tehát autós hangszóróra opcionálják a stúdiókban a zenét. Nekem van egy barátom, érdem van egy hangstúdiója, és amikor a Vastag Csaba oda elment a menedzserével, hogy valamit föl kéne venni, akkor az a hangmérnök azt mondta, hogy ő ezt nem vállalja el. Rangos hangmérnökről beszélünk, tehát aki már azért nem dolgozik, mert azt mondta, hogy ami ma van, abban ő nem vesz részt, és inkább elment szekuritizni. Tehát rangos hangmérnökről beszélünk, és azt mondták neki, hogy úgy, és ez elhangzott, hogy úgy kellene megcsinálni a zenét, több ilyen alkalom is volt, hogy az autóban jól szóljon, és a rádióban. És kész. És így készülnek ma a zenék, hogy a rádióban és az autóban jól szóljon. Hát miféle zenészek ezek, na? De lehet, hogy itt a dallamra gondolnak, nem? Vagy a basszusra, hogy mire? Mi az, hogy jól szóljon az keverés, autóban? Keverés, hangszerelés, tehát úgy legyen kipanorámázva. Hát ugyanúgy jól szól az autóban egy Snoop Dogg, Dr. Dre. Szereted egyébként a hip-hopot? Azt nem tudom, hogy ki az. 90-es évektől kezdve a mai napig a legnagyobb ilyen hip-hop rapperek Amerikában. Nézd, most egy amerikai vonalról beszélsz. Szerintem ezért is rakszom különben, hogy például az amerikai stílust miért kell ennyire belevonni a magyar egészbe? Tehát miért majmoljuk ezt az egészet? Tehát annyira jó lehet az amerikai lelkületnek, az amerikai embereknek, de mi magyarok vagyunk. Nem azt mondom, hogy itt a himnusz kell énekelni úton útféle, mint a Tóth Gabi. Nem erről van szó. De azért na, tehát mindenhol rapperek vannak, ugye? Mindenki rappel. De rapperekre akkor ki vagy akadva? Szerintem nem egészséges. Nem egészséges. Az egész stílus irányzat, amerikai. Most idehozzuk Magyarországra a rappelést.
teljesen idegen, stílusidegen, zenében, szövegben, mindenben, kifejezésben. Tehát pláne nem lehet reppelni, ne haragudjál, nem lehet reppelni úgy, hogy ne legyél vulgáris, hogy ne legyél szalonképtelen, hiszen ennek ez az alapja. Tehát tényleg fröcsögni kell a színpadon? Tehát tényleg ez lenne az út? És ezt csinálják a fiatalok, hát nézd meg a TikTokon, meg mindenhol. Gyönyörű szép csajok kitesznek valami videót magukról, és megy alatta az undorító, böszme, ostoba, buta, amerikai repzene. Hát tényleg ez kell? Minek kéne mennie? Egy Abba musicalnek? Én szerintem vissza kéne a Kozsót hozni, és a Kozsónak meg kéne mondani, hogy figyelj ide, Kozsó, van egy éved, csináljál zenéket. És egy év múlva lennének zenék, és azok mennének a TikTokon a csajok videói alatt, és kész. Abba? Az nem lenne, hogyha Abba menne például? Az Abba már nagyon régi. Tehát az Abbát én egy betokosodott. Tehát, az, hogy mondjam, tehát az Abbának van egy vagy két jó száma. És az összes többi ugyanolyan. Tehát két számot emelünk ki, ami megkülönbözteti. De te se tudsz három számot mondani az Abbától. Kettőt tudsz esetleg. Egyet biztos. Dancing Queen? Nem ismerem őket. Ja, nem ismered? Nem ismerem őket. Nagyon jó. Nem, én alapvetően magyar zenét, hallgatok. Tehát a magyar zenét a ismerem. A házbuliban csak magyar zenék mennek. Ezt nem úgy kell érteni, hogy csak azok mehetnek. Tehát nincs kikötés. De általában azok mennek. De azok mennek. És ugye visszatérve a Királyra, a Jimmyre, hát mi megnéztük. A Réka különben, akivel az Ázsiában voltam, ő mutatta meg nekem... Kérlek? Ő is szereti? Ő mutatta meg nekem a sorozatot. Ugye ő mutatta meg. Én nem is tudtam, hogy van a sorozat, szégyenemre mondva. Mondjuk akkor még friss végig volt. Végignézted? Az első részt megnéztük, ő nála voltam, este elindult, és reggelig addig be se fejeztük, amíg az összeset egyhuzamba, hangsúlyozom, egyhuzamba az összes részt végignéztük, mert akkor már föl volt töltve, most már leszették enkorról. Azt feltűnt, hogy én benne vagyok a sorozatban, azt láttad? Nem. Amikor a Krisztiánnal megidéztük. A bárpultnál? Nem, ott maga a Krisztián van, hanem amikor a Krisztiánnal megidéztük a Frisbee-ben édesapja szellemét. Ja, hogy a frisbee adás volt bevágva, a valami frisbee, rémlik. Igen, valami rémlik. És akkor engem egy srác játszott, és képzeld, hogy a Szigeten voltam, Korda György Balázs Klári koncerten, és ott előálltam a színpad előtt, és egy srác integetett, oda mentem, és mondta, hogy én alakítalak majd téged a Király című sorozatban, és én akkor tudtam meg, hogy lesz ilyen sorozat, de én ismertem személyesen Zambó Jimmy-t, ezt el is mondtam, pont a Krisztián ült itt a kanapén, és én talán mondhatom, hogy jó viszonyban is voltam vele, elképesztő sztoriai vannak, és tehát, hogyha én azt mondom, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt mondjuk 35 évben két igazán nagy sztár volt Magyarországon, az egyik a Jimmy, a másik a Friderikusz, és ők úgy is éltek akkoriban, mint a sztárok. Mind a kettőnek volt estőre, és mind a kettő azért nagyon sokat megengedhetett magának. Szóval én kedveltem a Jimmyt, és én azt gondolom, lehet rá bármit mondani, de utána kell csinálni. El kell adni annyi lemezt, meg kell tölteni annyiszor a stadiont, vagy a stadionokat, mert ugye különböző vidéki helyszíneket is állandóan teltházzal vitt. Szóval le a kalappal a munkásság előtt. Amit mondtál, hogy sok mindent megengednek magunknak, ez így van jól. Tehát egy sztár engedjen meg sok mindent magának. A legfeljebb majd vállalja a következményeket. De te is sok mindent megengedsz, nem? Pillanat, erre kitérhetünk erre is, de a lényeg az, hogy nekem azzal nincs semmi gondom. Nem látok benne kivetnivalót, hogyha valaki nagyképű, vagy sztár alűrjei vannak, legyenek, hiszen sztár. Az a dolga. Jó, nyilván van egy határ, ez lehet bűnügyi határ, lehet mit tudom én más, de az a dolga. Megszólják, mert nagyképű, igen, hiszen sztár. Megszólják, hogy ez persze, mert ő megengedheti magának, igen, hiszen sztár. Mi ezzel a gond? De Zambó Jimmy esetében azt is elnézett, hogy ő fegyverrel mászkált? Természetesen. Főleg a 90-es években. Ugye akkor nagyon erős volt. Most már Magyarország egy steril hely. Tényleg itt már nyugodtan éjszaka lehet menni bárhova. Akkor nem lehetett. Főleg Budapest az egy bűnügyi szempontból Európába kiemelkedő hely volt, és ott azért szükség volt a pisztolyra. És ugye neki engedéllyel volt tartva, hivatalosan. Miért ne? Hát az ország első embere volt a miniszterelnök után. Miért ne lehessen pisztolya? Hát persze, hogy volt. Természetes, hogy volt. Másnak is volt, csak nem tudjuk. És akkor mi van? Neked is van? Gázpisztoly. De ahhoz is kell engedély. Kell. Sőt, nekem továbbfejlesztett engedélyem van, nekem utcán viselési engedélyem van, ami azt jelenti, hogy
most is nálam lehetne, rejtve. Mert vagy önőr vagy? Nem csak azért. Ne, ez nincs köze a security-nak. Én, tehát esztétikai szempontok miatt vettem meg. Egyébként ez nem az a fajta gázpisztoly, amiket árulnak, ezek a műanyagok, ezek a klasszikus, mármint tipikusan erre készült pisztolyok. Ez egy eredeti PA-63-as a rendőrségben, a 60-as, 70-es években rendszeresített eredeti pisztolyról beszélünk, ami gyárilag, a keserű művek által, biztos ismered, gyárilag lett átalakítva gázpisztollyá. És az esztétikai élmény miatt vásároltam én ezt meg, mert ez egy szép pisztoly, nem használom különben. De lenne olyan, vagy el tudsz képzelni olyan helyzetet, élethelyzetet, hogy elővedd? Nem. Sőt, a gázpisztoly az lelassítja az embert, tehát többet árt, mint használ. Egy jól bevitt ütés, egy határozott rugással többre mész, mint az, hogy most ott előveszed, fölhúzod, ráspriccelsz egyet, lehet, hogy immunis rá, mert drogos. Tehát nem lehet, tehát nem szabad a gázpisztolyokkal szórakozni. Inkább egy jó ütés, rugás, többre mész vele, vagy aki birkózik, vigye földre, azt kész. Te a gyúrás mellett küzdősportot is űzöd? Nem. Soha? Nem. Soha nem is próbáltad? Most ugye Török Bálinton vagyunk. Lehet, hogy sokan nem tudják. És mielőtt jöttem... Sebestyén Balázsra már kielemeztük, hogy ez a stúdió Török Bálintonban, és annak ellenére egy profi TV stúdió, 4 kameránk van, csak azok kezdvért, akik téged néznek most először, azért tudják, hogy... Igen, ez tényleg így van, ezzel kiegyezek, ez egy nagyon frankó stúdió. Török Bálinton, és itt nem messze van egy iskola, ahová én boxolni jártam, mondhatni, itt kezdtem. A 90-es évek legelején öregapám hordott ide át érdől, és akkor itt voltak boxegyzések. És olyan jól ment itt nekem a boxolás, hogy utána édesapám elvitt a KSI-be, a központi sportiskolába. Hát és akkor ott a Kokóval, a Madárral, de inkább a Kokóval ő járt oda, ott edzettünk együtt. Egymás igen, mellett volt Kokóval együtt edzettem. Egymás mellett volt a szekrényünk, csak az különböztette meg a szekrényünket, hogy neki más színű volt a lakatja, mint az enyém, de ugyanaz a típusú lakat volt. És emlékszik rád? Szerintem igen, gyakran összekevertek bennünket az edzők, mert nagyon hasonlítottunk egymásra, akkor is, most is hasonlítunk. Szerintem a legjobban én hasonlítok a Kokóra Magyarországon. Az volt a különbség, onnan ismerték őt meg, hogy neki volt fülbevalója, nekem meg nem volt. Különben összekevertek volna bennünket. És a mozgásotok is a ringben? A mozgásunk is. Igen, igen. Ugyanaz. Ő egy picit más stílusú boxoló volt, ő picit úgy sterilebb volt, tehát picit úgy tehát olimpiaibb volt, sterilebb volt. Én egy picit az utcai vonalat hoztam, de tehetségben szerintem ott voltunk egymás mellett. Szép időszak volt. Azt megadjuk neki, hogy ő tehetségesebb boxoló, mint te? Adjuk meg. De csak addig, amíg nem álltunk egy ringben. De adjuk meg, hát mégis ő a bajnok. Ő a világbajnok, adjuk oda neki. A Madárt nem tartom annyira jónak, mint a Kokót, szerintem a Kokó a bajnok, és kész. Te szerinted tehetségesebb volt egy gyerekként, mint Madár? Mint Erdély Zsolt? Boxolónak? Szerintem a Madár, a Kokó és én egy szinten voltunk, a Kokó kilógott a sorból, a Madár és az én stílusom hasonlított egymásra az utcai vonal tekintetébe, a Kokó kilógott, mert ő nagyon, tehát ő ezt úgy szokták mondani, hogy amatőr boxoló, és itt most nem a tudására értem, hogy nem tud annyira, hanem lehet valakin látni, hogy amatőr boxoló-e, akit olimpiára visznek, vagy pedig kicsit utcai harcos, mint a Madár vagy én. Más a mozgás. Tehát a Kokó inkább amatőrebb boxoló volt. Az összezárvával még arról panaszkodtál, hogy nincsen sikered, nem akarnak utánozni, a csajok nem válaszolnak a Tinderen, most pedig itt van a jó példa, hogy hányan akarnak a lekoszok lenni. Hát azért az hányan követik a stílusodat? Azért az összezárvában arról is volt szó, hogy én hangot adtam annak, hogy a televíziók ezt nem veszik észre, amit én csinálok, amilyen én vagyok. Már akkor észre kellett volna, és erről beszéltünk mi, hogy hiába vagyok én, hiába csinálom, amit, azért kell a televízió, kell a sajtó, kell a média, mert anélkül nem megy. Másfél milliós nézettséget ért el a Facebookon a testvéred, nincs olyan tévéműsor, amit másfél millióan néznek. Nézd, nekem hiába mondják a mai napig. Mondták évekkel ezelőtt is, most is mondják, ma is mondták. Anekosz, miért nem csinálsz egy YouTube csatornát? Minek neked a tévé? A YouTube a jövő. Péter, én most is mondom, szerintem ezután is mondani fogom, engem ezek a dumák nem érdekelnek, szeretem a YouTube-ot,
ide is eljöttem, néha el szoktam menni, saját csatornát biztos, hogy nem fogok csinálni, mert amit ott csinálnék, én ezt a tévébe szeretném csinálni, és hiába mondják, már hallom a hangokat, hogy a tévé az már letűnt korok divatja, senki nyilván nem, megy. Az RTL meg a TV2. A tévé a jövő. Az RTL meg a TV2. A jövő, aki más mindig... mond, az vagy hazudik, vagy hülye, és kész. A tévé a jövő? Igen. Igen. Hát ki az az ostoba ember, aki lenézi a tévéket, és azt mondja, hogy egy tévé nem tud megújulni, hogy egy tévé nem tud újat mutatni, hogy egy tévé nem tudja tartani a lépést a holmi internettel, YouTube-bal. Ki az a hülye, aki megmeri reckírozni ezt a kijelentést? Mi van a ranggal? Tehát mi van azzal, hogy a tévébe bekerülni azért, akárhogy is van, az egy rang. Leegyszerűsítem. Minden youtuber a televízióban akar szerepelni, csak nem elég jó ahhoz, hogy bekerüljön. De várjál már. Visszafelé nem? Melyik nagyon? De nem, miért akarna bekerülni minden youtuber a televízióban? Nem mondják ki, de azért kulcsorognak. Szerintem nem tudod rávenni a Dancsó Pétert, hogy bemenjen a tévébe. Hát egyszer benne is volt, és nem is lett jó. Nem, ezzel egyetértek, de a YouTube-on zseniális. Hát, de szerinted mi a nagyobb rang? De most a Dancsó Péter kitalálta. Alekosz, bemenni a Friderikus műsorába, vagy bemenni az RTL reggelibe. Melyik a nagyobb rang? Ő még egyszer ezt nem, még itt a Dancsó Péternél bemenni voltam. A Friderikus igen, műsorába. A YouTube csatornájához? Igen. Vagy bemenni az RTL reggelibe. Hát én már azt is méltatlannak tartom, és azzal sem értek egyet, hogy a Sándor YouTube csatornát hozott létre. Lehet, hogy működik. Lehet, hogy nézik. De nekem nem szimpatikus. Sokszor. Szerintem neki sokszor nem szabadott annyit keres, volna. Mint a tévében. De neki minek keresni, amikor milliárdos? Hát de várjál, mert a saját csatornáját építi, mint ahogy én de a ne saját csatornámat azért, építem. Mert kitiltották a tévéből, de és nem mehet sehol. Ki. Hát dehogy is nem. Ki tiltotta volna? Nem mehet a televíziókba be. Politikai okai vannak ennek. Mi? Az RTL? Hát az RTL saját műsora. Jó, hát az RTL-en belül már lehető mindenkivel összeveszett, nem nézik jó szemmel, TV2-nél meg megint nem. Ezért csinált csatornát. Nem szabadott volna. Tehát az olyan nagyságok, mint ők. Amikor nincs út, amikor nem lehet semmit csinálni, akkor hagyni kell, el kell tűnni. És utána, amikor a lehetőség megint úgy hozza, akkor visszatérni. Nem pedig ott kuncsorogni a YouTube-on. Hát nekem ez egy csalódás volt, megmondom őszintén. Miért kuncsorgás? Friderikus Csándort az interneten, és akkor legközelebb TikTok csatornát hoz létre? És akkor a TikTokon... De várjál, beszéljünk rólam, én ugyanebben a helyzetben vagyok. Én a TV2 elnöki tanácsadója vagyok. Gyártatnék műsort, én a YouTube-ot választottam, ezt építem, a sajátomat építem. Istenes Bence, amellett, hogy most a The Voice-ot fogja vezetni, ott van is a saját Istenes Est című YouTube műsorát építi. Nézd, a kettő együtt talán működik. Tehát, hogyha szerepelsz a tévében, van egy műsorod, akkor lehet YouTube csatornád is. Ugye neked bármikor lehetne műsorod, te vagy az egyik vezér. Viszont akinek nem lehet műsora, és csak de a YouTube-ot... De nincs különbség. De van, aki csak a YouTube-ot csinálja, és nem lehet műsora, nem is álmodhat műsorról, mert nem veszik be, mert nem jó, az kuncsorog a YouTube-on. De hát a Friderikus nem mondjuk, hogy nem jó, mert még de én nem mondtam, hogy nem jó, én azt mondtam, hogy nem lehet néhány műsor... évesen is ikon. Nem, én azt mondtam, hogy neki jelen pillanatban nem lehet televíziós műsora. A Partizánról mi a véleményed? Hát tudom, hogy sokan nézik, nagyon jól van vezetve, tehát a Gulyás Marci nagyon jól rakja ezt az egészet össze, de az is csak YouTube, és ez azért van, mert a Gulyás Marci nem is akar televízióban lenni. De azt tudod, hogy a Gulyás Marcinak már a YouTube-on élő reggeli műsora van, napi műsor. De akkor is csak a YouTube, akkor is csak a YouTube. És mennyi de ő nem is, ő talán az egyetlen... És elérései vannak? Hát, tudom, láttam, de ő az egyetlen YouTuber, aki nem akar, tehát aki nyíltan vállaltan nem akar televízióban szerepelni. Míg az összes többi igen, csak hazudnak, nem mondják el, de valójában ők is a reggeliről, a TV2-ről, akár egy Ázsia Expressről álmodoznak, nem kerülnek be. Válasszuk azért ketté, tehát a YouTube-on, hogyha már itt elmentünk kicsit szakmai rendbe. Egy televíziós ne menjen az internetre. Tehát visszafelé érvényes, de visszafelé nem. Tehát aki tévés volt, az nem megy az internetre. De aki nem. Az interneten van... De itt vagyok van, én is. Miért nem mennék? De élvezem. Péter, élvezem pont erről beszélek, sajátomat. Hogy te egyszerű keftelésből, egyszerű szórakozásból ezt itt létrehoztad. De ebben az elég nagy meló van. Elég hát nagy ki, meló van. De ki firtatta, hogy nincs? Én értem, de szeretem. Értem. Tudom, akkor hogy szereted, valószínűleg ezért csinálod, mert szereted, mert ugye ott és a tévében... És el fog indítani még egy műsort, építünk még egy az stúdiót. Interneten? De miért nem a tévében? Mert én ebben hiszek, nekem megvolt a tévében minden. Minden. Én gyártottam Megasztárt, összeesküvőket,
összezárva Hajdú Péter. De miért jobb ez? Miért jobb ez, mint a tévé? Aktívot. Miért jobb ez, mint a tévé? Mert a sajátom. És elérésben meg tudom csinálni ugyanazt. A tévében is mindent úgy csinálsz, mintha a sajátod lenne. Ott is megvan rá ez a lehetőséged, ott is mindent ki tudsz maxolni. Miért jobb ez, mint a tévé? Mondjuk, hogyha megnézzük az egyik támogatónkat, a Health vagy a Masterwoodot, két nagy cég az FMCG piacon, Magyarországon a két legnagyobb cég. Az éves marketing költségük 65%-át már online költik. YouTube és social media. A 35%-ot osztják el a televízió, az outdoor és a rádió között. A print az már szinte senki nem hirdet már nyomtatott sajtóban. Az a helyzet, de változik a világ. Mint hogy te még megveszed még a nyomtatott újságokat? Amikor benne vagyok, akkor meg. De egyébként a telefonodon nézed meg. Telefonomon, de amikor benne vagyok, akkor megveszem. Oké. Amikor benne vagy a tévében, megnézem. Péter, ez megint olyan, hogy ennek rangja van. Benne vagyok a tévében, én is megnézem. Péter, rangja van. Én amikor a Blik szerkesztősége engem néha, amikor bevisznek, körbevezetnek. Ebből a műsorból intézek neked egy Blik címlapot? Akkor megveszed? Hát, ha nyomtatodba, tehát ha printben benne lesz, akkor igen. Na, és ezt akartam elintézem, mondani. És fotón ki kell tenned. Jó, hát én ebben benne vagyok, én a printet mindig, és amikor ott a szerkesztőségbe járok, én látom, ugye te is tudod, el van különítve. Bal oldalon van az online szekció, jobb oldalon a print szekció. És amikor ott járkálok bent, és figyelem ott az embereket, a mozgásokat, kik hol ülnek, miért ül ott, milyen ember ül ott, akkor meg lehet figyelni, hogy aki a print szekcióban van, tehát az egész részleg komolyabb, rangosabb. Nem véletlenül a főszerkesztő irodája is a print szekcióból nyílik. Van az online szekció, fiatalokkal picit úgy lazább, lezserebb, könnyedebb. Nem azt mondom, hogy annak... Egy kérdésem van. Mennyi az eladási száma, hány darabot adnak el a printből, és mennyien nézik meg online? Hát printből szerintem olyan mennyit? 500 ezeret? Körülbelül? Printből 30 ezeret. 30 ezeret? És nem tudtam. Egy millió felett nézik meg online. Tehát mondjuk, hogyha a Blikből indulunk ki, 30-40 ezer között van az eladása, míg 1 millió felett van az online. Tehát ekkora különbség van. Én értem, hogy leragadtunk Zámbó Jimmy-nél meg a 90-es években, de akkor az változik. Nem. Vannak. Közelítsük meg másik oldalról. Bizonyos cikkek, amik fajsúlyosabbak, azok kerülnek a printbe. Amik nem annyira fajsúlyosak, inkább szórakoztató, könnyed jellegűek, azok onlineban, és azok nem kerülnek a printben, ott van egy szűrő. Ha megfigyeled a printben, ott azért komolyabb cikkek vannak. De miért? Azért, mert a sprint. Mert a sprint, ott van egy szűrő. Tehát nem egyszer, nem kétszer volt velem is az, hogy én külön kértem, de szerettem index volna. Index az szerinted nem egy komoly portál? Az Index... És a Blik.hu Magyarországon a két legolvasottabb portál naponta 1,5 millió fölötti eléréssel. Én a választásokkor kiszálltam a politikából, előtte benne voltam, kiszálltam. Na, és de mennyire voltál benne? Nagyon, és mivel az Index egy politikai felület, én nem követem azóta, és azt se tudom, hogy ott mi történik, és nem is akarom. De milyen szinten voltál benne a politikában? Mesélj. Napra készen. Ja, de napra készen, napra de nem készen. Voltál érintett. Nem, ja, úgy értem, nem úgy értem, nem vártam, nem vállaltam én ott semmit, csak napra készen. Szavazni voltál? Természetesen, posztoltam, szavaztam, elmondott, mindent csinálom. Mindent kérek. Elmondott, hogy kire szavaztál? Az összefogásra. Tehát az ellenzékre. Előtte meg a Fideszre. És most hol tartasz? Maradtál ellenzéki, vagy régi új fideszes lettél? Nézd, amikor fideszes voltam, akkor, tehát még a mostani választás előtt, akkor fideszes voltam, akkor úgy éreztem, hogy én jó helyen vagyok. Aztán most, hogy az ellenzékre szavaztam ugye legutóbb, akkor azt éreztem, hogy a Fidesz nem az a Fidesz, amit én szerettem. Most meg azt érzem, hogy a Fidesz az egy hihetetlenül, tehát még egyszer meg kell, hogy ismételjem, hihetetlenül professzionális, hihetetlenül jól felépített stratégiával, kommunikációval, bázissal, mindennel, ami létezik, fölépített dolog. Szerintem Európában, de talán még a világon is ennyire összeszedett, ennyire stratégiailag összefogott kommunikációban
ezer milliárd csillagos dolog nincsen. Tehát itt már ellenzékről, baloldalról, összefogásról már nem is lehet beszélni. Mert ez olyan, mintha egy jumbo jetet szeretnél összehasonlítani egy vitorlázó repülőgéppel, vagy egy papírrepülővel. És ezt nagyon komolyan mondom. És ez jól van így. Én szeretem az ilyeneket, amikor valaki, vagy valakik, vagy valami ennyire meg tudja fogni, ennyire tudja irányítani, ennyire tudja a központi irányítást átvenni minden fölött. Én az ilyeneket szeretem, és ebbe szerettem bele. Ha erre képes lett volna az ellenzék, akkor abba szeretek bele. De kiderült, hogy erre nem, hogy nem képes, hanem szerintem azt se tudják, melyik bolygón vannak. Most neked mi lesz a következő lépés? Elmész a békemenetre, mint győzik-e, vagy belősz a Fideszbe? Nem, én politika, én kiszmondom, a választások óta én már se fideszes, se ellenzéki, sem, azt se tudom, milyen oldalak vannak, nem követem maradt a szereplőket. Maradt ugyanaz az figyelj, ellenzék, én nem követem a szereplőket, nem ismerem a most neveket. Most a legújabb mérések szerint egyébként már 4-5-5-nel nyerne az ATV-t és a HírTV-t valamikor felváltva az volt beprogramozva, és ki voltak kopva a gombok, mert csak azokat nézegettem. Már nem is emlékszem utoljára ezeket, mikor kapcsoltam be. De mit nézel a tévében? Semmit, letöltök filmeket és azokat, de azokat rendszeresen. Látod, az is streaming. De azokat rendszeresen. Értem, de streaming. Tehát már te magad sem fogyasztod a tévét, te magad sem vagy tévé. Hát jó, hát azért a reggel, a mokka és a reggeli között azért váltogatok, ezt a kettőt nézem. Tehát a reggeli műsorokban a mokka is és az RTL is nagyon erős. Igaz, hogy más stílust képviselnek. De azt tudod, hogy mondjuk a Balázsikat és a Bocskót sokkal többen hallgatják. Amikor a mokkába politikus megy, akkor átkapcsolok az RTL-re. Amikor az RTL-en valami idióta megy, akkor visszakapcsolok a mokkára. És akkor ezt a kettőt váltakoztatom. Mi van a Balázssal, vagy a Bocskorékat? Mondani, hogy Balázsikat és a Bocskorékat sokkal többen hallgatják, mint amennyien nézik az RTL reggelit, vagy a TV2 Mokkát. Igen, tudom. De hozzáteszem például a Mokka, az egy kifejezetten jó műsor, tehát én is szoktam nézni. Uh-huh. De sokkal több hallgatják. Most jött ki, hogy a Bocskorékat 1.350.000. 1.350.000 naponta. És amikor én a Balázsnál vendég vagyok, ezt a Balázs maga mondta el, mindig elmondja, azon a héten mindig a leghallgatottabb Alekosz. Akkor miért nem kezdenek veled valamit? Azt, hogy meghívtak az Ázsia Expressbe, oké. Hát de kik miért nem kezdenek? Hát a televíziós programigazgatók. Hát most jöttem haza Mexikóból. És akkor ezzel te ki is vagy elégítve? Előtte döntöttem nézettségi rekordot a szerencsekerékbe. Ja, akkor ki vagy elégítve, hogy téged hívnak mondjuk? Azelőtt volt egy parádés adás a Halatortánban. Tehát itt egyébként belül már három nagy produkció. Akkor meg vagy azzal, hogy vendégnek hívnak. Tehát akkor te nem akarsz műsort vezetni. Nem, én ezt nem mondtam. Én csak azt mondtam, hogy az elmúlt egy évet nagyon sikeresnek értékelem. Mert meghívtak három műsorba vendégnek? Igen, és ezek kiemelkedő műsorok. Meghívtak, sőt a szerencsek... És ebből meg tudsz élni? A szerencsekerék már a szilveszteri külön kiadásba is megkeresett. És azért kétszer visszamenni a szerencsekerékbe szerintem azért az nagyon jó. Hát, hogy meg tudok ebből élni? Hát ezek azért, te is tudod nagyon jól, ezek milliós tételek, elég jó pénzekkel járnak. Azért a szekuritis fizetéshez viszonyítva, ezek a műsorok azért most egy picit úgy helyre raktak. De elengedted akkor a szekuritis munkádat? Ja, hogy szekuritit? Elengedted? Hát azt el. De ezt nem. Ezt tehát nem, a nem vagy vagyonőr? Most nem. Nem is hiányzik? Nem. Tehát nekem nem hiszem, hogy abban a bódéban kell ücsörögnöm. Én ezeket a dolgokat szeretem, amikről most beszélünk. Most úgy néz ki, hogy most jól alakulnak a dolgok. Alakuljanak jól. De mi lesz? Miért mondod ezt? Mire vonatkozik a kérdés? De azt mondod, hogy jól alakulnak a dolgok. Igen. Mondom, miért? Mi lesz? Mit tudsz? Hát remélem. Remélem, hogy azért itt nem állunk meg. Tehát azért nagyon sok műsort indít a TV2 is, sőt többet, mint az RTL, ugye most be is lett reklámozva, tehát itt azért rengeteg minden lesz. Én szeretnék ezekben részt venni. Biztos vagyok benne, hogy van olyan formátum, nem is egy, ahol az én karakterem nagyon jó tud lenni. Kell, hogy legyen. Várom. Van is felkérésed? Kérlek? Van is felkérésed? Nincs. Nincs, de hát te is tudod nagyon jól, ma nincs, lehet, hogy holnap csörög a telefon. Én készen vagyok, én ezért az elmúlt 5 évben ezért tettem, nagyon sokat tettem. Én azon közszereplők, sztárok közé tartozok, akik bevallják, hogy én szeretek szerepelni. Nagyon sokan ugye ezt nem. Én szeretek szerepelni, szeretnék is szerepelni, elképzeléseim is vannak. Azt hiszem az elmúlt 5 évben úton útfélen bebizonyítottam, hogy talán igény is van rá.
Nézd meg, bárhová megyek, mindenhol nézettségi rekordok vannak. Majd megnézzük itt, de egyébként én hiszek abban, hogy itt is utol fogod érni. Sebestyén Balázs vezeti 700-re, második Balogh Levente. A Levente nagyon-nagyon tübörög. A Balogh Levente most lett megverve általam a cipősös rácnál, ahol én előttem volt. És mennyit csináltatok? Hát most már 450 ezer körül 500 van. 500 ezer, nálunk 500 valami. 500 ezer, egy hét alatt jelzem, igen. És a Balogh Levente fele ennyi. Én most nem azért mondom ezt, hogy őt az érdemét kisebbítsem, én csak azt akarom mondani, hogy a számok azt mutatják, hogy azért én szeretnék ebben a buliban még részt venni. Nagyon sokáig. Tehát nekem azért nem mond, mert én mindig hittem benned. Tehát én abszolút Alekosz fan vagyok. És azt is elmondom neked, ha mondjuk én lennék a producer a nagyőnek, akkor biztos, hogy nem Jákob Zoltán lett volna, hanem te. Uh-huh. Tehát annak idején, amikor a Feleséget kereszt című műsort szerelem a legfelsőbb szinteken? Igen, legfelsőbb szinteken, arra még nem volt elérett szerintem. Meg fáradt is, most, ugye egy nappal a való világ után. Az egy nappal volt? Másnap volt. Másnap. Tehát amikor a való világból én kisétáltam, 10 percen belül ment be a brigád, a köműves festőbrigád, burkoló, húzták le. Tehát kint még a nagy teremben, tehát még a műsorvezetők fogadtak engem, ment a taps, meg ugye a beszélgetés, akkor a munkások már húzták le a tapétát a villába, azért, hogy reggelre készen legyen. De te mikor tudtad meg? Mikor írtad alá a szerződést? Miközben a festők húzták le a tapétát. Akkor. Haza sem mentél? Nem. Elraktak egy szállodába, egy nagyon exkluzív szállodába, és másnap indult a szerelem a legfelsőbb szinteken, vissza a villába plusz 30 napra. Nem tudtál hazamenni a való világ után? Nem. Plusz 30 napra vissza. Édesanyádat fel tudtad hívni? A telefonon beszéltünk, és mondtam, hogy ne várjatok, mert 30 napig még benn leszek. Úgyhogy 165 De nap. De mivel győztek? 195 nem? Nap volt kompletten az egész. Soha ennyi nem is volt való világok történetében. Arra szerintem akkor egyrészt fáradt voltál, másrészt nem tudtad, hogy mi történik vele. Tehát ilyenkor, amikor bemegy valaki, és kijön, igen. Akkor nem tudja, hogy a külvilágban ő mekkora sztár lett, hogy fogják fogadni. Ezért mennek tönkre egzisztenciák. És én azért tudtam, életek. Tehát nekem ezzel nem volt gondom. Jó, mert te mindent úgy játszol, mint hogy egy filmbe szerepelnél, és kurvan a sztár lennél. Igen. Igen. És ezért hibáztatunk egy sztárt? Nem ezért. Csak sokan nem így élik meg ezt a történetet. Azokkal nem foglalkozom. Én szeretem ezt csinálni. Na, nyíltan, szóval te nyíltan, szerintem vállalom. Kiváló nagy ő lennél. Kiváló nagy ő lennél. Nézd, elvállaltad volna? Egyébként elvállaltam volna. Három ember van Magyarország, négy. Maradjunk háromnál. Akik, hogyha Alekoszhoz hozzányúlnak, az nem lehet más, csak is totális, hangsúlyozom, totális siker. Rubin Kristóf, Sebestyén Balázs, Katona Andor. Ő kicsoda? Ő az Ázsia Expressnek a főszerkesztője. Ezt a két-három embert, ha összegyúrjuk, akkor se ad ki egy olyat, mint a Balázs. Tehát a Balázs, hogyha nem a rádióba ülne, ő egy producer volna, vagy Alekosz menedzsere volna, a világba lehetne menni. De miért nem kéred fel menedzsere? Amerikába tudnák azt a nevet, hogy Alekosz, hogyha ez így meg lenne csinálni. Kért fel a Balázs menedzsernek, szívesen elvállalna. Hát erről még nem beszélgettünk, egyszer volt egy kiszólása, bent voltam nála a rádióban, és épp reklámszünet volt, és akkor is ugyanezekről beszélgettünk, mint most veled, és azt mondta ott a többieknek, gyerekek, de kár, hogy nincs időm, de kár, hogy nem tudok ezzel foglalkozni, Alekoszt megfognám és vinném, és a legnagyobbak lennénk, így mondta, megkérdezheted őt is, időhiányra hivatkozott, üzletember, rádió, ki tudja, mikbe van benne, vagy akar, vagy nem akar, de ha ezt így megfogná és megcsinálná, a világ tudná, hogy ki az a nagy Alekosz. Milyen nyelven? Hát nézd, tudod, nagyon jól, mindenki tudja, nem hazudtolom meg magam. Minden nyelvet gyűlölök, legjobban az angolt, egy buta, ferde, ostoba, primitív nyelvnek tartom, soha az életben meg nem fogok tanulni. Én magyarul beszélek, szerintem a legszebb, és ez nem de politikai propaganda. De miatt a világ akkor magyarul? Felirat? De miért kéne, hogy megtanuljon? Hát fordítsák le. Hát miért mi a kalambónak a hangját az ő hangján halljuk? Hát nem. Ez tessék, egy csomó filmet Bújtor Pici hangján, meg Kautsky Armand hangjával azonosítunk. De várj, akkor te most filmes karrierről álmodozol? Ebben van film, ebben van sorozat, szappanopera, beszélgetős műsor, reality. Filmben szerepelnél? Hogyne?
Sőt, nekem nagyon való lenne a film. Ki is írtad egyébként a Facebookra az Üvegtigrist? Igen. A reakcióját a rendezőnek olvastam? Minden tudok a témáról, természetesen olvastam. Sértő volt egy kicsit, nem? Nézd, az a helyzet, hogy tehát ott azért nagy humorú emberek dolgoznak. De hát azt mondta rá, hogy kretén. Tudom, hogy ezt mondta, hallottam én is. Nagy humorú emberekről beszélünk. Én ezt el tudom képzelni, hogy amikor az újságíró fölhívta, és ugye ő szembesült a sokkal, mert ugye ez egy sok volt számára, hogy ő nem tudta, hogy én az Üvegtigris 4-be szerepelni fogok, mert ugye én kijelentettem, hogy abba szerepelni fogok azért, mert hasonlítok a Kokóra. És ki szerepeljen abba? Hát az, aki hasonlít a Kokóra. A Kokó nem tudja elvállalni, külföldön van, nem ér rá, sokat is kér, én elvállalom kevesebbért, helyben is vagyok, hasonlítok is rá, teljesen evidens, hogy akkor én fogom ezt a szerepet megkapni. És amikor ezt az újságíró neki elmondta, szerintem sokkot kapott, és akkor ugye a sok hatás alatt, hogy úristen, hát ez egy kreténség, vagy ez egy kretén. De lehet, hogy én is ezt mondtam volna, én ezt neki elnézem, én ezért nem hibáztatom, hiszen ő nem találkozott velem soha, nem beszélt velem. Viszont akkora sajtó menetelés volt ebből az egészből. Mondjuk hozzátette, hogy ez a posztnak szól. Igen. Akkora sajtó menetelés történt ezután az egész után, hogy szerintem az egész Üvegtigris ennyit a médiában összesen nem szerepelt, és ha ezután valóban elindul a négy, és ő nem húzza meg azt, hogy ezután Alekoszt beteszi, akkor szerintem egy hülye. Oké. Tehát film, tévé, rádió, mi az, ami hozzád a legközelebb áll? Mindegyik. Amikor én a Balázsnál bent vagyok, én akkor úgy érzem magam, mintha nem is vendég lennék, mintha a műsorvezetők része, tehát mintha nem három, hanem négy műsorvezető lenne. Ettől működik. Én egyébként ezt... ott is jól lennél. Tehát az a helyzet, hogyha untermanként egy rádió műsorban reggelente állandó lennél, ott is működnél. Működnél egy ilyen társkereső műsorban is szerintem. Reality-ben működsz, azt már látom, itt most dobálom ugye a tippeket a kollégáknak. Viszont az érdekelne, hogy mennyit változtál a mi legutóbbi egynapos találkozásunk óta, tehát magyarul az összezárvához képest mi mindenben változtál? Vagy változott a hozzáállásod, vagy a mentalitásod? Nem változott. De változott. Hát akkor még azt mondtad, hogy egy férfinek legyen pocakja, megmutattad. Én mondtam, hogy ne legyen. Ne vegyél atléta trikót az ingalán. Most melegítő gatyába jöttél be és egy pólóba, ami tök trendi. Tehát tök normális. Nem tudtam, hogy a külsőre érted a kérdést. Nem tudtam, hogy arra érted. De nem, de hát a külsőre is és belsőre is. Kezdem a belsővel. Belsőleg minden ugyanaz, nem változott semmi. Viszont az új lehetőségeknek, Halatortán, Szerencsekerék, Ázsia Express, Balázs, tehát az új lehetőségeknek köszönhetően talán jobban reagálok. Tehát, hogyha az ember megkapja azt, amit szeretne, vagy eléri, vagy sikerül hozzájutni, vagy úgy valóra válik, akkor máshogy áll hozzá. Jobban áll hozzá. Ugye itt az történt, hogy 10 évig nem lehettem sehol. Az ismert okok miatt. De most lehetek. De miért? És egyébként a legnagyobb dolog a sztoriban, te is tudod nagyon jól, zöld utat adott az RTL. Ugye? Tehát 10 évig oda nem lehetett nekem bemenni. És zöld utat adott. Nem tudom miért, nem is akarom firtatni, hogy miért, Kolosi Péter visszaengedett. De most és ez a legnagyobb dolog. Ez a legnagyobb dolog. Most értél be, most lettél kész. Tehát azt gondolom, hogy nagyon komoly evolúciója van annak, hogy te ideig jutottál. Most találtad meg szerintem azt a stílust, ami átjön. Lehet, hogy te korábban a korodat előzted meg, nem tudom, de akkor, hát hogy is fogalmazzak, nem jött át annyira ez a humor, ami most már nagyon, és egyébként nagyon-nagyon-nagyon sokat tett hozzá a mi összezárva szereplésünk. Tehát még egyszer mondom, A TikTokon több milliós nézettséget érnek el azok az ikonikus mondataid. Szóval, és az volt egyébként egy ilyen nagy comebacked, tehát azt orba-szájba ismételtük, és nagyon-nagyon-nagyon nagy nézettség. Nyilvánvalóan a YouTube-on meg a TikTokon többen nézik, mint a Live TV-n, de hát ez így van rendjén. De azt gondolom, hogy összességében milliós nézettségről beszélünk. És ott azért kellett az, hogy megismerjenek az emberek. Össze voltunk zárva, azért szinte majdnem egy napot
És azt gondolom, hogy megismerhették, hogy milyen a lekosz valójában. Megismerhették azt a pikírt, csattanó humorodat, amilyen te vagy. És én kicsit attól féltelek, hogy megpróbálsz megfelelni egyre jobban a mainstreamnek, és kezdesz nem önmagad lenni. Mint hogy külsőleg már változtál, ami egyébként előnyödre szolgál, de nehogy aztán az legyen, hogy belülről is elkezdesz konvencionális lenni. Reakció a monológ első felére. Nagyjából ugyanazt tetted az összezárvában, mint amit a Balázs tesz velem a rádióban. Tehát ki tudtad hozni azt a fajta alekoszi stílust a tévébe, mert a Balázs kihozza a rádióba, de a tévé az tévé. Tehát ki tudtad hozni, tehát ott az emberek, talán az volt az első pont az összezárvában, az volt az első pont, hogy az emberek elkezdtek rájönni arra, hogy Alekosz nem hülye, hanem hogy Alekosz ironikus, szarkasztikus, vicces, humorizál. Tehát az volt talán az első. Sokan még ott sem értették, mert ott még azért nem volt ennyire erősen kibontva ez a történet, de úgy meg lett villantva, szellőztetve. Az volt a tévében talán az első. Első olyan, ami úgy ráfókuszált arra, hogy Alekoszt inkább hátradőlve, szórakozva kellene nézni, és nem pedig érted, mit akarok mondani. És akkor utána ugye eltelt egy-két év, akkor kezdett a Balázs is behívogatni rendszeresen, mert ugye ő nem ismert, tehát emlékszem az első találkozásunkra, kicsit úgy félve, picit úgy, hát nem tudja most, mi lesz ott, most elszabadul a pokol, nem szabadul el, lekeverjük, nem tudta, mi lesz, ott ültünk már benne, és volt 10 másodperc. És láttam rajta az izgatottságot, hogy most nem tudja, hogy itt most mire számítson. És az első percben már tudta, hogy itt minden rendben lesz. És onnantól kezdve annyira jól sikerült, hogy rendszeresen ugye... Igen, rendszeresen... mert ugye amikor például Kim Jong-unnak írtál levelet, akkor azért sokan nem tudták, hogy ezt komolyan vegyék, vagy ez tényleg egy szarkazmus. Ott még nem tudták. Ott még, pedig már akkor is szarkazmus volt, viszont attól függetlenül a levél az valóban elment, tehát az egy... Megkapta? Vissza is jött a tértivevény, aláírt, lepecsételt észak-koreai pecséttel. Igen. És aláírással. Visszajött, igaz, hogy rá 2 évvel, de visszajött. Amikor a postás meghozta nekem a tértivevényt, visszahozta, jó, be is rúgtam, ugye hát... Szerintem Magyarországon, de talán még Európában is kevesen mondhatják el, hogy egy észak-koreai ember által aláírt, lepecsételt tértivevény, amit a magyar postán érdem, föladsz, visszajön. Hát azért van ilyen. És ez már akkor, ez 18-ban volt, már akkor szarkazmus volt és humor volt, de akkor az emberek még nem értették. És ugye volt az összezárva 20-ban, ugye? Tehát 2 év kellett ahhoz, hogy hozzád bekerüljek, te lehetőséget adtál, ott már adtunk egy lökést ennek, és akkor ugye utána jött a többi, és itt vagyunk 23-ban, és most már egész jól állunk, mert az emberek már értik. Értik a TikTokon, értik a YouTube-on, a tévések is szerintem már, bár ők szerintem mindig is értették. Már aki. Már aki. Nem, nézd, én mindig a tévét tartom a legelső szakosztálynak. Az a legelső. Ott vannak a legjobb szakemberek. De Zámbógyi mit tartott az első számú előadónak, és nem tudott, hogy ki tídeni? Hát nem tudom, de szerintem, mint Makó Jeruzsálemtől állnak egymástól olyan távol. Igen, de az egyik egy trendi, a másik pedig élet. De mitől trendi? Mitől? Mit csinál, hogy trendi? Simán megtölt mondjuk egy... Szerintem most már meg tudná tölteni az arénát. Nem, Hajka is megtölti, mégse jó. Majka? Igen. Szerintem a legjobb. Nem. Most szerintem Majka nem akarok, a legjobb. Nem akarok a Majkáról beszélni, csak most eszembe jutott, mert még a végén megint megkapom, hogy én vele haknizom. Én nem akarok, mindenki tudja az én véleményemet a Majkáról. Egy szalonképtelen, vulgáris... morálzüllesztő, trágár előadónak tartom, trágár televízióban, trágár a rádióban, ott nem, mert oda hála Istennek nem engedik, trágár a Facebookon, mindenhol. De ezzel nem értek egyesen, a Majka elképesztő tehetséges. Csúnyán beszél. Megnézed de a miért szövegét, beszél csúnyán? De nem beszél csúnyán. Például a repülők, a 90-es években imádtam, hú, a repülőknek milyen szövege volt. Most, ha megnézed egy repülőkdalt, és megnézed a Majkának az egyik színvonalbéli dalát, különbség van. Sokkal jobb Majka. Ne haragudj el, egy gesztus. Ágya, lágya, láza, nagyapám belemagyarázza a bal fülembe. Vagy nézd meg a belehalokat.
Geszti Pétert szerintem még véletlenül is hasonlítsuk egy Majkához. Geszti Péter egy ilyen roppant tehetséges ember, nem veszem el tőle. Ebben a műfajban a legtehetségesebb. De nem, zeneszövegírásban nem. Ő egy nagyon kreatív, nagyon tehetséges. Én például a Friderikus Podcast-on mindig megnéztem. Nem csak szövegírásban, mint zenész. Tehát én a Geszti Péter, tehát úgy, mint a, bocsánat, ne feled szabad, tehát úgy, mint a Kokóval a Kásibe, én a Geszti Péterrel egy zeneiskolába jártam, a Szófia utcába, az OSK-ba, az Országos Szórakoztató Zenei Központba. Sík Olga volt neki a tanára. Hát, nekem... De hány évvel később jártál? Együtt, egy év folyamba. Dehogy egy év folyamba. Tudod, hány év van köztetek? 15. Kisgyerek voltam. De Geszti szerintem 60 éves lesz. Én 13 évesen jártam az OSK-ba. Nekem a Morvai Pálma operett primadonna volt a tanárom. De várj, a Geszti 64-ben született. 1964-ben. És? Hány év van köztetek? Nem tudom. Te 77-es vagy? 78-as. 78-as. De most te kétségbe akarod ezt vonni? Tehát szerinted hazudok? Én nem tudom, szerintem kevered valaki. Hát, hogy keverem, dehogy keverem. 20 évesen járt. Fiatal volt, fiatal srác volt, a Sík Olga. Hát kérdezd meg, hát hív föl, hát tudom. Hát, tudom. Ő már nyilván nem emlékszik rám, én emlékszem rá. Abba az ajtóba volt a Sík Olga, a másik ajtóba a Morvai Pálma, a harmadik ajtóba meg a tudom én kik, operett primadonnák voltak a Szófia utcában. Tehát mi oda jártunk. Tehát a Geszti Péter egy képzett, tehát a legerős, tehát abban az időben Magyarországon ez a legerősebb iskola volt. Most a Kőbányai Zenestúdió a legerősebb, de oda is ez a onnan is, tehát oda is ez a gárda ment át. Tehát mindegy. Szóval Geszti Pétert és a Majkát szerintem nagyon nem lehet egy lapon említeni. De lehet. Zenében? Te most a trendiségre gondolsz, miért, hogy a Majka trendi... Összehasonlítani? Miért ne lehetne összehasonlítani? De egyébként mi a miért? Hát, mert az egyik, tudom, a másik meg nem. És ez nem számít, hogy hányan nézik meg mondjuk a YouTube-on az egyiket és a másikat? Hát, hogyha most nézettségi versenyt rendezünk, akkor lehet, hogy a Majka győz. De én itt most szakmai kérdésekről beszélek. Magyarországon, zene tudod, szakmai Magyarországon a legnagyobb megtekintést a YouTube-on. Ja, most másra akartam válaszolni. Nem. Jó, most a Pressze Gábor egy ikon, és nem azt mondom. A Pressze Gábor az nem hasonlítom sem a Gesztit, sem a Majkát. De és Lászlót sem. Visszatérve, tehát a YouTube-on a legnagyobb megtekintés számot szerinted? Tudom, hogy a Majka. Majka tudom, belehang. Hogy a Majka. Nézd, rendezhetünk nézettségi versenyt, akkor a Majka győz. Ezt nem vonja kétségbe senki. Én sem. A Kört is sem szereted? Nem. Mert ugyanaz, mint a Majka. Csak azt úgy hívják, hogy Curtis. De ki az, akit a mi korosztályunkból elismersz? Zenészként. Császár Elődöt. Hát az még a mi korosztályunk. De ő már Sén 54-ként DJ. Mi korosztályunk? Velünk egykorú? Igen, azt kérdezted. Okay. Most, hogy ő nincs a piacon, annak egészen más okai vannak. Viszont a Császár Előd az az ember, akit pont nem kellett volna félreállítani. Tehát ha valakit, akkor őt nem kellett volna. Tehát egy olyan tehetség, mint ő, stílusban, zenében, szövegben, hihetetlen. Tehát a Császár Előd, ha marad, ő nagyon nagy lett volna ám. Tehát világ színvonalú előadó volt ő. Én ezt megmerem reckírozni, kijelenteni. Hát Sén 54-ként, de is futott. Tudom, hogy mit csinál, tudom, hogy most... De neked az a zene nem jönne be, amit ő Sén 54-ként produkál. Nézd, idomult... Mint hogy David Guetta sem jön be. Figyelj, Császár Előd idomult, valószínűleg biztos vagyok benne, hogy annyira nem fűlik a foga hozzá, tehát amit az FLM elő megcsinált, ahhoz fűlik a foga, és ha őt hagyják tovább vinni, akkor ma is ugyanolyat csinál, nem pedig DJ-skedik. Beleolvadt ebbe a modernkori hülyeségbe, DJ, rap, nem tartom ezeket semmire. A DJ-ket te nem ismered el? Nem, ne haragudj. Megveted előre... őket? Lenézem? Mélyen megvetem, szánom, lenézem a DJ-ket. Előre fölvett anyagokat ő tesznek be, és úgy csinálnak, mintha tekergetnék a gombokat, pedig hozzá se nyúlnak. Tehát a legszebb, szemfényvesztőbb, a leg... Azt tudod, hogy a legnagyobb, ma a legnagyobb kordasláget a Reptér című, de ismered a Reptér? Természetesen, hogyne. Az Bárány Attilának köszönhetjük, DJ Bárány Attilának, ő kezdte remixben játszani? Nem, a Reptér című számot azt Máté Péternek, S. Nagy Istvánnak, és a Millió Rózsaszálat kiénekli? Csongrádi Katának lehet köszönni, amikor ezek hárman plusz a Korda házaspár utaztak a zenekari buszba, és elhaladtak Vecsésnél a Reptérnél, akkor beszólt az egyik, hogy írjál már nekem valami számot. Jó, kinézett az ablakon, ott volt a Reptér, és megírta a számot.
ezeknek az embereknek lehet köszönni. Most ez a... De a reneszánszát azért éri, mert most a bárány elkezdte játszani. Hát jó, én ezt értem, de legalább ne forgassa ki. Tehát hagyja meg az eredeti hangszerelést, ne nyúljon hozzá. De hát az nem trendi. De kit érdekel, hogy trendi-e vagy nem? Ne haragudjál, de trendi. Miért ne lenne trendi? Az meg van hangszerelve, jól szól, nem akárki hangszerelte. Zárójelben megjegyzem, egy Máté Péter nevű úriembernek hívják, aki hangszerelte. De aki arra azt mondja, hogy nem trendi, a Máté Péter, hát most arra mit mondjak? Máté Péter, én nagyon szeretem, de nem. Hát azt mondod, hogy nem trendi. Hát dehogy is nem. Cserháti Zsuzsa sem trendi, szeretem. Na, ez pont nem kellett volna. Az én leszek szerintem a magyar zenetörténelem egyik legszebb dala az Én leszek. A Cserhátitól? Igen. És mi van vele? De nem trendi. Ez egy örökzöld, úgy hívják, örökzöld, nem trendi, örökzöld. Szerintem a Cserháti Zsuzsa azért lóg ki ebből a sorból, akikről most itt beszélünk, mert... Evergreen, örökzöld. A Cserháti Zsuzsa egy világszínvonalú, hangsúlyozom, világszínvonalú, magyarul éneklő, aláírom, énekesnő, és ő olyan úgy énekel, hangja van, nem, hogy... a hang, nem csak a hangja, ő úgy énekel magyarul, ahogy egyébként angolul szoktak a világban. Tehát azzal a stílussal, a hajlítások, az improvizáció. De én ezt aláírom. Cserháti Zsuzsára azt mondani, hogy nem trendi. A hát... Demiénnek is olyan hangja van, és a Jégből vagyok című dala az egyik kedvencem. De még egyszer mondom, hogyha a örökzöldekről, meg ikonokról beszélünk. Te vagy a hibás. Miért? Hogy ezek az előadók nem de trendik. De vannak trendi. Te vagy a hibás. Mai előadók. Te vagy a hibás. Mert? Döntési jogköröd van nagyon komoly médiák fölött. Szerintem neked gondoskodnod kellene, vagy kellett volna arról, hogy ami ma trendi, az ne legyen, be se kellett volna engedni. Most keversz Erdős Péter. Lehet, és nem is volt rossz. És ami viszont jó... Erdős Péter, azt kellett, Jimmy-nek se akartam elvenni. Nézd, ami jó, azt kellene, vagy kellett volna neked trendivé tenni. Miért hagytad, hogy ezek a tingli-tangli nyikhajok átvegyék itt a teljes, totális irányítást a magyar könnyűzenei piac fölött? Miért hagyod? De ne hagyjad! Nekem az semmi közöm. Hát dehogy nincsen. Nem, hát ezt egy rádió programigazgatónál mondjad. Befolyásos ember vagy, te egy média mogul vagy, mindenki tudja. Sláger rádió, rádió egy programigazgatójának. De neked arra is van, van a rádióhoz? Neked arra is van ráhatásod. Tehát én most nem azért mondom, mert itt ülök, hanem mert ez így van. Tehát azért na. Tehát én eldönthetem, hogy a rádiók milyen zenét játszanak? Nem így néz ki. A rádió egy, ami megcélozza a 15-39-es korosztályt, az játszon Cserhátit, meg Máté Péter. A rádió egy. Most már kiadtad a gyeplőt a kezedből, elszaladt a ló, te ezt már nem tudod megfogni, az biztos. Most már cincognak az egerek, de még az elején a gyökerében te ezt elfolythattad volna. Te ezt gátat szabhattál volna itt ezeknek az illesztő kérdéseknek. Nem fogtad meg. Mert lehet, hogy te is úgy gondoltad, hogy igen, legyen ez a trendi, legyen ez, mert ez a jó. Kár volt az elején ezt így elcseszni. Tehát én vagyok a hibás. Szerintem az egyik hibás te vagy. Én úgy érzem, hogy te vagy. Hagytad, hogy itt ez az egész eluralkodjon. Ki a másik? Vagy egyedül kell elvinnem ezt a balhét? Hát én most nem keresnék másokat. Ugye a Majkát, én meg most, a Körtiszt, meg a Valmárt kell hallgatni a mai fiataloknak, tehát én vagyok ezért a felelős, én vállalom. Szerintem van hozzá közöd. És ez egy nagy hiba. Ez nagy hiba. Befolyásos emberként, média mogulként nem gátat szabni ezeknek, figyelj, te vagy a hibás és kész. Te egy ilyen régi fiákkeres vagy, nem? Aki nem. Megállt a 90-es éveknél, és nem hajlandó az újat elfogadni. Péter, újra és újra visszamész abba a gödörbe. Minőségről beszélünk, a minőség időtálló. Nem arról van szó, hogy Alekosz retro és Alekosz retromániás, nem. Arról van szó, hát, hogy Alekosz... Mondjál egy mai zenét, ami szerinted időtálló itt lesz. Arról van szó, hogy mondom, de itt arról van szó inkább, hogy Alekosz igényes. Alekosznak igénye van az igényességre. Televízióban, filmben, rádióban, zenében, színházban. Itt az igényességről van szó. Hát térjünk vissza a beszélgetésünk elejére. Akkor ugye nem válaszoltál arra, hogy milyen a nő ideálod, hogyha nevén kellene nevezni egy magyar... Brockhauser Barbara, a TV2 műsorvezetője. Ő egy nagyon szép, exkluzív nő, magas, nyúlánk, hosszú comb, hosszú felkar, hosszú haj, tűsarkúthor, mindig női ruhákban van. Szerintem egy nagyon finom, nagyon csinos, intelligens, szimpatikus, beszédű, közepes kommunikációjú. Szerintem egy nagyon finom lány.
Most már egyébként nagyobb sikered van a hölgyeknél, amióta egészen más a felső tested, mint korábban? Tehát a Tinderen most már, ha még fent vagy a Tinderen, akkor jobban kommunikálnak veled? A gyúrásnak az egyetlen és elsődleges célja a... Csajozás. Nem, hát igen. Szeretnék minőségben följebb lépni, tehát szeretnék szép lányokkal lenni. Ez az egyetlen elsődleges cél. Még nem vagyok azon a szinten, tehát én még nem álltam neki csajozni. Azért, mert még nem vagyok kész. Tehát most kinézek valahogy, ez egy folyamat. Szerintem egy fél éven belül, tehát olyan november környékén, decemberre leszek olyan formában, amikor már érdemes megpróbálni. Most meg nem érdemes megpróbálni, mert nem akkor... De nincs is barátnőd? Nincs. Szeretőd? Sem. Jó, hát vannak hölgyek, akik úgy forognak nálam, de amiről én beszélek, az egészen más. Tehát most még nem érdemes megpróbálni, mert nem akkora a látványos különbség. Van különbség, eltűnt a has, tehát van azért, tehát van különbség, de nem akkora különbség. És amikor majd akkora lesz a különbség, mert lesz, amikor már szembeötlő, tehát akkora leszek, mert leszek, akkor látom értelmét megpróbálni, úgyisten igazából. Most még nem, és nem is fárasztom magam. Alekosz, köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon drukkolok neked, és én nagyon hiszek benned, komolyan mondom. Nagyon élveztem ezt a beszélgetést. De tényleg hiszel, vagy csak mondod? Nem, én tényleg. Én abszolút. Hát mondjuk azért, ha visszavezetjük azért... De hiszek a YouTube-ban is. Figyelj, azért... A streamingben is. Azért itt, azért az, ha megnézzük az elmúlt, mit tudom én, 5-6 évet, azért, ha összegezzük, azért neked nagyban benne volt a kezed, sok lehetőséget adtál. Ugye indultunk az édes élettel, ugye? Tehát az majdnem 2 évig ment. Tehát ez nagyon jó volt. Aztán jött az összezárva, aztán jött a van életünk, ugye ott is egy kicsikét. Tehát azért te úgy odafigyeltél. Tehát te azért figyeltél oda, mert amit most mondasz, azt te úgy láttad, látogattad? Tehát úgy figyelted, és akkor tehát azért adtál újra és újra lehetőséget? Itt, ott, amott? Szerintem nagyon fontos, hogy egy média szereplő megosztó legyen, jó karakter legyen, és semmiképpen ne legyen konvencionális. És ez mindenáron megvan benne. Tehát annyira egyedi karakter vagy, hogy nincs még egy ilyen. Tehát abszolút ezt használni kell, és kellene. Ezt a Balázs nagyon jól meglátta, én mondjuk korábban, de ő most egy olyan erős platformon van, és olyan jó humora van, és olyan jól kezelnek téged, hogy azt gondolom, hogy sokat köszönhetsz neki. Igen, ez így is van. Szoktad figyelni egyébként a sajtó média szerepléseimet, cikkeket, rádiót, ezt, azt, amaz? Tehát figyeled azért? Hát nyilván a fasságok azok egyből szembe jönnek velem. Tehát amikor én nagyon keményeket kiírsz, meg hogy azért jöttek ki a rendőrök, mert Jimmy-t hallgattatok. Ez valós? De ha Majkát hallgattatok volna, nem jönnek ki. Na jó, hát ott már egy picit belevittem a show jelleget, jó, az iróniát. Tök de jó. Én örülök annak, hogy te érted, és amikor megszületik egy-egy ilyen anyag, akkor nekem át szokott futni a fejemben, miközben a Rékával italozás közben azért rúgunk be, mert megszületett egy anyag és sajtómenetel, mert olyankor beszélünk erről, hogy például a Péter ezt érti-e, hogy ő vajon olvasta-e a Peti, vajon a látókörébe került. Én mindent olvasok, kivéve a kommenteket. És ha a látókörébe került, akkor én mindig mondom a Rékának, hogy figyelj ide, Réka, a Peti ezt érti, ő ezt tudja, és szerintem ezen nagyon jól szórakozik, és többször volt már, hogy rád akartunk írni, tehát beszéd téma vagy közöttünk különben, amikor van egy ilyen sajtómenetelés. Lesz még itt a YouTube-ban egy másik műsorod, és el foglak hívni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, ennyi volt már a Frisbee. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, hogyha ezt eddig nem tettétek meg. Legközelebb jövő héten pénteken este találkozhatunk ugyanitt a Frisbee TV YouTube csatornán. Sziasztok, a viszontlátásra!